Hello, sziasztok, Kristóf vagyok, és tegnapi live folyamán nagyon sokan kérdés volt, hogy Chio ládákat nyissunk. Na, hát én azt mondom, kezdjünk bele egy kis ilyen sorozatba, nem tudom igazából ennek milyen folytatása lesz, vagy hogy lesz ez megoldva, de ha tudtok, akkor hát elfogadnék egy-két ilyen kulcsot, amit el tudnék nyitni videóba, mert azért így nekem is egyszerűbb lenne a dolog, meg minden, nem mondom elsőnek, most ezt így sajátban megcsinálom. A Steam trade linkem el lesz helyezve amúgy a videó leírásába. Na srácok, nézzük, igazából hangzsár ládákat fogunk nyitni. Miket rejt ez a csodálatos dolog? Van benne AK, nem értek nagyon a Chiohoz, igazából láthatjátok, egyes szintű vagyok. Nem is játszottam még egy meccset, csak kb. Néha így bemegyek fanolni, meg lamba szoktuk nyomni ezt az egészet. Múltkor nyitottam amúgy valamilyen lila cuccot, úgyhogy nagyon lehet, hogy hülyeséget fogok mondani. Igazából azt tudom, hogy vannak a színek, meg itt lehet látni, hogy melyik értékes, illetve melyik nem. Úgyhogy nagyjából pirosat kéne nyitni, nem? Valami ilyesmit. Na, konténer megnyitása, nézzük első ráda, itt még nem izélünk semmit. Ott lilák elmentek, ott is még egy lila, itt még jönnek kéne valaminek, és ez csak egy P90 lesz, illetve egy... No, ott van még az MP9 Ruby nyílméreg. Nem kaptuk meg. Ez csak egy valami Nova vadőr. Hát elég ilyen vadas, de ez nem ér semmit körülbelül, azt tudom. Melyik legyen, melyik kulcsa, nyissunk ki egy ládát, hát legyen ez a harmadik, és legyen a ötödik láda, tárgy kiválasztása, kulcs használta, ott egy hangzsárkés, ott is volt egy lila, és famasz, idegháló, na ez nem is olyan rossz igazából ideig szerintem, legalább nem kéket kapunk, mennyit érez, eladási közösségi piacon, hát pár centet, úgyhogy akkor... Túl sokat örültünk előre is. Na, legyen a második, az a középső, itt meg legyen, ugye itt egyet több ládámmal azt nem fogjuk elnyitni nyilván, itt legyen még egy kulcs, amit el tudunk nyitni, ott is egy nagyon sok lila elment, még egy sok lila, és itt megint csak egy P9-re jön elit összeállításba. Hát, nem valami jó, de igazából jól néz ki. Jól néz ki a dolog, na még kettő kulcsunk hátra, nyissuk ki az elsőt, illetve itt is az elsőt. Hát ha itt jön valami a végén, ott is nagyon sok lila elmegy. Statrakos Gail! Nem, pedig az amúgy jól néz neki. Láttam egy ilyet, hogy olcsó skinekből összeállítani jó kinéző szettet, de ebben az esetben benne volt ez a cucc. Na, melyik legyen ez vagy ez? Melyikben van? Egy, hol értem az energiát? Ebbe, az elsőbe. A másodikba. Mert az első helyre nem tudtunk semmit. Ott akar menni valami... Ne, hát már... Megint egy... És ott van megint a Statrak Gail, és megint egy Nova Vadőrt kapunk. Hát ezeket sikerült majd is, srácok. Ha szeretnétek meg ilyen videókat, akkor tényleg egy-két kulcsot elfogadok így. Mert akkor tudnánk nyomni többet is, meg mindent, meg hogy akartok küldeni skineket. De vicces volt, tehát nem nagyon csináltam még egy nagy mennyiségbe, igazából egy-két lábat kintottam már életem folyamán. A legjobb azt hiszem egy ilyen rózsaszín volt, valamit nyitottam, az ilyen 3 euró körülért, de reméljük, hogyha akartok ilyen videókat, akkor abban meg tudunk majd nyitni jobbakat is, vagy akár egy kést, hát akkor úristen. Megvan srácok, köszépen már a figyelmet, találkozunk a következő videóban is, meg lehet, ma lesz live is, meg minden, sziasztok!